A Babits Mihály Kulturális Központ bált rendezett Szekszárdon. Az intézmény meghívását számos vállalkozás és az önkormányzat is elfogadta, mondta Berlinger Attila, a Kulturális Központ igazgatója. Több mint 160 vendég várható a ma esti eseményen, és azt gondolom egy kiváló hangulatban egy picit összegezhetjük az idei évet, akár a városi rendezvényeket, az általunk elvégzett munkát, és hát ahogy említettem, a köszönet nyilvánítás pillanata is ez. Kiváló báli hangulat várja az érkezőket, báli zenekarral, bálzongoristával, meglepetés vendégként Bétót László retro poptarisztja műsorral is érkezik. Szabó Sándor, a Ferropatent ZRT tulajdonosa elmondta, egy ilyen esemény hasznos lehet az együttműködő partnerek és a közösség számára. Hogyha ezt támogatja, és ugye személy szerint is emberekkel, barátokkal, akkor igazából sokkal jobban előbb jutunk, és a igazgatóra beszélgettünk. Ugye a múlt héten is mondom, hogy én javasolnám, hogy negyed évente kellene egy ilyen valamilyen összefogási bálakat csinálni, aki jobban összejövünk egymással, és sokkal jobban előbb haladunk minden szempontból, nem csak gazdaságilag, politikai szempontból, és emberi szempontból, főleg ez fontos, mert az egy kicsit szerintem hiányzik belőlünk. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is köszöntőt mondott az estén. Beszédében kiemelte azokat a fejlesztéseket, amelyek idén készültek a településen. Néhány hónap alatt újjáépítettük szinte teljes belvárost, ha korábban nem, de idefele talán láthatták. Csak a városi legendákkal való leszámolás kedvéért mondom el itt is, hogy 2 hektárnyi területen szedtük fel a régi burkolatokat, és 15.000 négyzetméteren építettünk újakat, tehát a zöld felület nagysága a belvárosban 0,5 hektárral nőtt. A bál megrendezésének időpontja nem volt véletlen. Az idén november végén ünneplik a település híres költőjének, Babits Mihálynak 140. évfordulóját. Az eseményen fellépett a Bartina Néptánc Egyesület és Bétót László, zenei szerkesztő, producer, műsorvezető is. A Kulturális Központ célja hagyományt teremteni a rendezvényből.